A minőségi idő elkészítését a Szerencsejáték ZRT támogatja. A minőségi időt látják, köszöntöm nézőinket! Az elmúlt pár évben a pedagógiai köztudatban sokan emlegették a digitális nemzedéket. A fiatalok már egyre kevesebbet használják a kézírást, inkább számítógépükön vagy tabletükön pötyögik be az éppen leírni kívánt információkat. Hogy hogyan alakította át mindez a diákok tanulási szokásait, erről beszélgetünk ma. Mai témánk a digitális eszközök hatása a tanulási szokásokra. Vendégünk a stúdióban dr. Papdanka Adrien, e-learning szakértő. Köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok, köszöntöm. Kezdjük talán azzal, hogy valóban igaz az, hogy az iskolákban már térhódítást nyertek a digitális eszközök, és egyre jobban elfelejtődik ez a hagyományos módszer? Illetve, hogy mennyiben változtak a tanulási szokások, mondjuk, hogyha az elmúlt pár évet vagy 10 évet nézzük? Én azt gondolom, hogy Magyarországon attól még messze vagyunk, hogy a hagyományos osztályterem zsúfolásig legyen digitális eszközökkel. Sajnos nincsenek sokszor meg a megadott feltételek ahhoz, hogy valóban digitálisan lehessen oktatni az osztályteremben. Próbálkozunk ezen a téren, egyre több eszköz bekerül azért az iskolákba, de ami még a mai napig viszonylag nagy gondot okoz, az például a wifi lefedettség, tehát ha van is eszköz, vagy mondjuk a tanulóknak ott van a zsebében az okostelefon, akkor is nagyon gyakori probléma, hogy az iskolában nincsen wifi elérés. A tanulónak a telefonján pedig adott esetben ugye nincsen mobil internet, vagy ha van, ő nem feltétlenül arra szeretné fordítani, hogy az órán megoldja a feladatot. Úgyhogy ami még nagyobb gond, hogyha eszköz van is, az internet lefedettség nem elég ahhoz, hogy valóban gyakran és napi rendszerességgel digitális órákat tudjanak tartani. Hogy a tanulási szokások hogyan változtak meg, az egy nagyon sokrétű kérdés, azt gondolom, mert nagyon sok szempontot fel lehet itt sorolni a tanulási szokások megváltozása kapcsán. Az egyik is legfontosabb az talán az, hogy gyakran elhangzik ez, hogy most már nem az iskola és a tanár a tudás egyetlen forrása. Hiszen ott áll az internet előttünk, rengeteg információval, gyakorlatilag mindenre rá tudunk keresni, és mindennel kapcsolatban találunk jó vagy rossz információkat. De az biztos, hogy ha tanulni szeretnénk, nem feltétlenül kell elmennünk egy osztályterembe, egy valódi képzésre, hanem megtehetjük ezt online is. Ezzel szoros összefüggésben van az is, hogy hol tanulunk, mert ugye régen azt szoktuk meg, hogy vagy az osztályteremben tanulunk, vagy otthon mondjuk egy íróasztalnál. Ugye a hol kérdésre ma már az a válasz gyakorlatilag, hogy bárhol és bármikor tanulhatunk. A bárhol ez azért igaz, mert hogyha valóban van egy digitális eszközöm, akár még internet használattal is, akkor gyakorlatilag, ha a buszon kedvem támad, akkor elindítok egy videót, amiből megtanulok kötni, most csak mondtam valamit. Vagy ha úgy adódik, akkor a bárholra az a válasz, hogy otthon a fürdőkádban elindítok egy podcastet, egy hangfájlt, ami mondjuk egy tudományos előadásnak a hangfájlja, és meghallgatom. Tehát tényleg abszolút ezek a digitális eszközök hozzájárulnak ahhoz, hozzájárulhatnak, hogy bárhol és bármikor tanulhassak, hiszen rengeteg információ áll rendelkezésre. A tanulási szokások kapcsán fontos még azt is megemlíteni, hogy megváltozott a tanulóknak, de általában a hétköznapi embereknek is a szöveghez való viszonya. Ugye a digitális eszközöknél azt látjuk, hogy viszonylag kicsi képernyővel rendelkezik mondjuk egy okostelefon, ami a legtöbb embernek van, vagy akár egy tablet. Itt rövid szövegeket szoktunk elolvasni. Az hagyján, hogy rövid szövegeket olvasunk, de nagyon fontos jellemzője a digitális szövegeknek az, hogy hiperhivatkozásokat tartalmaznak, ami ugye azt jelenti, hogy ha olvasok egy szöveget, abban egy szó alá van húzva, ha arra rákattintok, akkor ugye átugorhatok egy másik szövegre. Vagyis
össze-vissza dinamikusan ugrálok a szövegek között az érdeklődésemnek megfelelően lényegében. Ugye könnyű belátni, hogy ez merőben eltérő ahhoz képest, amit egy hagyományos regénnyel csinálok, mondjuk kinyitom az első oldalon és végigolvasom. Vagy amit a tankönyvvel csinálok. Ugye a tankönyvben is lineárisan haladnak a tanulók leckéről leckére, azt az adott oldalt el kell olvasni, és így tovább. Ehhez képest a digitális szövegekben teljesen mást csinálunk, úgyhogy ezek olyan változások, amelyek mindenképpen kihívás elé állítják a tanulót és a tanárt is, hiszen teljesen mást kell csinálnia mondjuk a digitális környezetben és abban a bizonyos hagyományos osztályteremben, ahol még többnyire azért a tankönyv alapúsága jellemző. Ehhez azért szorosan kapcsolódik, és gyakran halljuk azt, hogy ezek a digitális nemzedék tagjai sokkal jobban szeretik a képeket és a videókat. Én azt gondolom, hogy ez is igaz, ezt tapasztaljuk, ezt látjuk, hogy szívesebben megnéznek egy oktató videót, mint hogy elolvassanak egy több száz oldalas tananyagot. Úgyhogy ha egy picit pedagógus oldalról is foglalkozhatunk ezzel, akkor én azt gondolom, hogy egy pedagógusnak ezeket a változásokat figyelembe kell vennie. És ha valaki változtatni szeretne, vagy módszertanilag egy picit meg szeretne újulni ezen a területen, akkor az egyik ilyen lehetőség lehet mondjuk a videós anyagoknak a készítése. Ugye itt rövid anyagokról beszélünk, tehát 5-10 perces videókat szívesen megnéznek mondjuk a digitális nemzedék tagjai, ahol az adott oktató, pedagógus a tananyagnak egy pici részét, mondjuk ami nehezebb, elmagyarázza, bemutatja, akár még le is írja, rajzolja, táblaképpel és így tovább. Sok ilyen oktató videó létezik, tehát azért ez most már itt Magyarországon is úgy, ahogy terjed, de ez például egy olyan irány, amivel tudunk igazodni a tanulási szokások változásához. És ha már itt tartunk, azért már jó sok iskolában vannak ilyen digitális táblák, mégis az a tendencia, hogy nem merik használni a tanárok. Mi ennek az oka? Én azt gondolom, hogy hát van egyfajta félelem és bizonytalanság gyakran a pedagógusokban. Attól félnek, hogy a tanulók esetleg jobban értenek a digitális eszközhöz, és adott esetben kellemetlen helyzetbe kerülhetnek, mert nem tudják használni, nem tudják hova kell kattintani. Vannak erre továbbképzések, tehát azért amikor a digitális táblákat bevezették, akkor elég sok továbbképzés is volt hozzá. Hát ki elment, nyilván nem volt ez minden esetben kötelező, aki motivációt és érdeklődést mutatott, az elment a továbbképzésre és megtanulta a digitális tábla használatát. Hozzáteszem, a digitális tábla nem a legjobb eszköz a digitális eszközök közül abban a tekintetben, hogy gyakran kapja azt a kritikát, hogy a frontális oktatást támogatja. Tehát, hogy gyakorlatilag itt is kivetítjük a tananyagot, a prezentációt. Ha valami interakció történhet a táblán, azt is mondjuk egy tanuló tudja megcsinálni. Tehát kimegy, és akkor összehúzkodja mondjuk a képet a fogalommal. Tehát lehet rajta valóban ilyen csodákat csinálni, de nem tud az egész osztály hirtelen interaktívvá válni, mondjuk úgy, mint egy csoportmunkában, vagy amikor minden tanuló gép előtt vagy tablet előtt ül. Maga az internet használat segíti a tanulást? Ugye rengetegszer szoktuk azt hallani, hogy maguk a diákok azt mondják, hogy minek tanuljam meg, mert a Google a barátunk, és akkor előszeretettel élnek ezzel a kifejezéssel, és inkább úgy gondolják, hogy nem is kell nekik ennyire ezzel foglalkozni, nem kell ennyire pontosan megtanulniuk a tananyagot. Hát ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy itt arra kellene helyeznünk a hangsúlyt, hogy azokat a dolgokat, amiket a Google helyesen megmond, gondolok itt mondjuk azért adatokra, akár évszámokra, tehát ilyesmikre azt gondolom, hogy nagyon jó. És talán pedagógusként is arra kellene helyeznünk a hangsúlyt, hogy ha valamiről az interneten van jó digitális tananyag, azt használjuk fel. De amiről nincs, vagy ami inkább ilyen logikai összefüggéseket mutat be, amit nem lehet olyan könnyen megtanulni, szerintem nekünk pedagógusként azzal kellene foglalkoznunk. És amit az internet, vagy a Google, vagy a Wikipedia meg tud tanítani, azt el kellene engedni, azt tanítsa meg ő. De nyilván ehhez kell a pedagógus kontrollja, vagyis az, hogy ő ellenőrizze a tartalmat, amit kiad a tanulónak,
és azt adja ki. És ő pedig olyasmit tanítson meg, amit az internet nem tud megtanítani. Nem tud az internet megtanítani szövegértést, kritikai gondolkodást, probléma megoldást, az összefüggések átlátását, és így tovább. Tehát sokkal inkább talán el kellene mozdulnunk egy picit ennek a kompetencia és képességfejlesztés irányába, és a lexikális tudás pedig valóban sokszor elérhető a neten jó minőségben. Arról nem is beszélve azért, hogy általában vannak pontatlanságok az interneten, olyan adatok. Ezeket felszokták ismerni a diákok? Ezt így nem tudom megmondani, hogy igen vagy nem, de ezt tanítanunk kell nekik. Tehát, hogy azt fontos elmondanunk, hogy amikor információt keresel, és kijön a sok találat, akkor mit érdemes rajta megnézni. Mondjuk a keletkezés dátumát, hogy egy viszonylag friss információja, vagy hogy ki írta, ki a szerzője, hányszor módosították, és így tovább, milyen forrás ez, mondjuk egy egyetemi weblapról jött, vagy csak egy blogról, de mondjuk a blog is lehet adott esetben hiteles. Tehát, hogy ezeket a szempontokat meg kell tanítanunk, és el kell mesélnünk, hogy mi az, amire figyelni kell, amikor egy információ hitelességét vizsgáljuk. Maguk a tanárok hogyan fogadták ezeket a digitális eszközöket, akik már mondjuk régebb óta tanítanak, tehát az idősebb korosztályra gondolok most itt, hogy nyitottabbak erre, nyilván őket kéne megkérdezni, de hogy mi a tendencia, hogy mennyire fogadják ezt el, vagy pedig ellene vannak? Hát azt látjuk most már évek óta, nagyon sok pedagógus továbbképzést tartok jó magam is, és azt látjuk, hogy egyáltalán nem életkorfüggő az, hogy ki hogyan áll hozzá a digitális eszközökhöz. Nagyon sok olyan idősebb generációhoz tartozó pedagógust ismerek, aki kiválóan használja, és újító, és törekvő, és arra törekszik, hogy képezze magát, hogy új alkalmazásokat, új eszközöket tanuljon meg. És bizony vannak az egyetemen olyan fiatal hallgatók, akik tanárnak készülnek, és egyszerűen negligálják a digitális eszközökkel kapcsolatos órát, mert ő nem regisztrál, ő nem csinálja meg, és stb. Tehát nem életkorfüggő, azt kell, hogy mondjam ezt, hogy melyik pedagógus hogyan fogadja a digitális eszközöket. Sokkal inkább ilyen attitűdbeli kérdés, hogy ki mennyire nyitott, mennyire érdeklődő, mennyire szeretne a saját munkájában fejlődni, megújulni, mennyire érzi azt égetőnek, hogy bizony a tanulók is változnak, nekem is kellene változnom egy picit. Tehát tényleg inkább ilyen hozzáállás kérdése, és nem életkor kérdése. És nagyon sok pedagógus van, aki tényleg évek óta ott van minden fórumon, konferencián, továbbképzésen, és időről időre jön és csinálja. És hát van természetesen sok olyan is, aki pedig nem hajlandó beállni ebbe a sorba. És ezek között vannak idősebbek is, és fiatalabbak is. Szokott ebből, vagy van olyan visszajelzés önök felé, hogy van ebből konfliktus, hogy aki mondjuk pályakezdőként kikerül és elkezdi a munkáját, fél attól, hogy mondjuk az idősebb tanárok még nem használják annyira ezeket a digitális eszközöket, és hogy ő merje használni őket, vagy inkább azt mondja, hogy most érkeztem oda, inkább akkor én is átveszem azt, és majd idővel. Igen, vannak ilyen példák, hallottam ilyeneket. Ez azt gondolom, hogy mindig tantestület függő. Tehát, hogyha olyan a vezetés, hogy engedi a teret a fiatal kollégának is, hogy ezeket kipróbálja, bevezesse, akkor szerencsés helyzetben van, és akkor adott esetben az egész tantestület tud ebben fejlődni. De van olyan példa is, vagy hallottam már ilyet is, ahol a vezetés annyira ezt nem támogatta, és nem érezte szükségét, és akkor valóban előfordulhat ez, hogy a fiatalabb kollega esetleg nem meri ezt csinálni, vagy nem tud kiteljesedni ebben. Nem, hogyha nemzetközi viszonylatot nézzük összehasonlításban, mi most hol tartunk egyáltalán? Mikor fogunk ott tartani? Remélhetőleg majd ott fogunk tartani, most már nem sokára. De hogy mit lehet erről elmondani? Tehát azért a nyugaton már azért sokkal előrébb tartanak ilyen tekintetben. Valamelyest előrébb tartanak, ez így igaz. Én azt gondolom, hogy talán inkább az eszközellátottság az, ami ott jobb lehet, ami az internet elérés már nem okoz esetleg ott problémát, ami nálunk még a mai napig sajnos gond. Mert például ugye tudunk olyan iskolákról, amiket teljes egészében iPad-ekkel szereltek fel, és már nem hordanak tankönyvet magukkal a diákok. Hogy módszertanilag mennyivel járnak előttünk, azt nehéz megítélni. Arra talán inkább ezek a nemzetközi mérések, amik információt adnak, hogy ugye ebben mi azért a hátsó második felébe tartozunk a listának, és
nem biztos, hogy módszertanilag annyira jól működik az oktatási rendszerünk, mint a nyugati országokban. Ugye azt látjuk, hogy kormányzati szinten most a digitális oktatási stratégia nagyon középpontban van, úgyhogy bízunk benne most mi is, hogy azért itt lesz még változás az elkövetkezendő években. Ha a közösségi oldalakat így belecsempészhetem, akkor mennyire használják mondjuk egyáltalán a közösségi oldalakat lehet használni tanulásmódszertant illetően? Bele lehet ezt így vinni? Azt gondolom, ezt még a tanulási szokásokhoz egyébként nagyon jól illeszkedik, hogy a közösségi oldalaknak azt a tulajdonságát lehetne az oktatásra átvinni, hogy a közösségi oldalak azáltal fejtik ki ezt a hatalmas vonzerőt, hogy azonnali visszacsatolást adnak a felhasználónak. Ez ugye azt jelenti, hogy ha én oda feltöltök egy képet, posztolok egy bejegyzést, egy videót, bármit, akkor 2 perc múlva már 100 lájkot kaptam, 4 hozzászólást, és így tovább. Vagyis érkezik a visszacsatolás felém, ami nagyon-nagyon tudja erősíteni a motivációt. Na ez az, ami a hagyományos oktatásban nincsen meg. Ugye írunk egy dolgozatot, általában röbb dolgozatot, felmérőt, stb., aminek az eredményét hát sajnos nem kapjuk meg azonnal, jó esetben pár nap múlva, rosszabb esetben hetek, hónapok múlva tudjuk meg, hogy milyen eredményt értünk el, ami akkor már valójában nem is érdekes. Tehát a tanulót hónapok múlva már azt se tudja, mivel írta meg a dolgozatot, azt kell, hogy mondjam. És ezt a fajta azonnali visszacsatolást, ez nagyon-nagyon jó lenne átvinni a mindennapi oktatásban, és ebbe az irányba ezt megváltoztatni, mert nagyon tényleg a motivációt, az aktivizációt, az érdeklődést, ez nagyon tudja fokozni. Tehát arra kellene törekednünk a teljes oktatási rendszer tekintve nekünk pedagógusoknak, hogy sokkal több ilyen pontot iktassunk be, ahol tudunk azonnali visszacsatolást adni a tanulónak. Egy rövid kérdés, egy rövid beszámoló, bármi, de hogy sűrűbben történjen meg, és nem mondjuk csak havonta egy dolgozat, és így tovább. Maguk a közösségi oldalak tanulási céllal én azt gondolom, hogy nem igazán használhatók. Nem is arra lettek kitalálva. Tehát mondjuk, ha egy Facebook hírfolyamra gondolunk, azért ott az információ megy lejjebb, és nagyon nehéz egy idő után, ha sokan írnak mondjuk egy csoportban, megtalálni, hogy mit írt Marika 2 héttel ezelőtt. Fájlokat ugyan meg tudok osztani, ha arról van szó, de nem igazán erre lett kitalálva. És sokszor találkozunk azzal is, hogy azt gondoljuk, hogy jó lenne a Facebookon mondjuk egy ilyen osztálycsoport, vagy bármi, vagy felsőoktatásban egy tanulócsoportot ott létrehozni, és ott beszélni a tananyaggal kapcsolatban, de gyakran az a visszajelzés jön, hogy ő nem akarja a Facebookot tanulási célra használni. Az neki ott a magánszférája. Ő azt szórakozásra, a barátaival folytatott kommunikációra használja, őt hagyja ott békén a tanár és a tanulás információ, az legyen inkább egy másik platformon. Úgyhogy azt gondolom, hogy kifejezetten tanulási céllal nem érdemes a Facebookot használni. Lehet olyan szituáció, tehát azt el tudom képzelni, meg láttunk erre már jó gyakorlatot, hogy mondjuk egy osztálynak van egy csoportja, és ha oda az osztályfőnök feltölt valamit, azt legalább biztos, hogy mindenki még aznap este látta. Tehát ilyen információ közlésre mondjuk tök jó. De kifejezetten tanulási célra én azt gondolom, hogy nem. Mik a visszajelzések a pedagógusoktól önökhöz, amikor mondjuk valaki megtanulja ezt, felkeresi mondjuk önöket, és azt mondja, hogy ő ezt nem tanulta, régebben tanulta meg magát a szakmát, és azt mondja, hogy érzi ő is, hogy haladni kell a korral, és ezt már muszáj megtanulnia. Mik a visszajelzések, mit szoktak mondani, hogy mennyire segítette ezt a tanulásban, vagy az oktatásban az óra menetét? Én azt gondolom, hogy az én munkámnak ez a leghálásabbik része, amikor pedagógus továbbképzéseket tartok, mert a pedagógusok rendkívül hálásak tudnak lenni, mikor megtanulhatnak egy új alkalmazást. Nagyon tudják szeretni, rájönnek, hogy ez nem is olyan bonyolult, hogy ezt egyszerűen is meg lehet csinálni, úgyhogy ezek a továbbképzések sikeresek szoktak lenni. Arról viszonylag kevés információnk van, hogy mikor ő bemegy tényleg az osztályteremben, akkor ezt bemeri-e vinni, és milyen mértékben és milyen szinten. Tantestületekben megfordultam én is, ott azért általában
Hiába képeztük ki a teljes 60 fős tantestületet, annak mondjuk a 10%-a volt az, aki utána így az órán tényleg próbálkozott, tehát azért nem sikerült ezt annyira tömegesen elterjeszteni, de nem is baj ez, meg nem is lenne normális, ha mind a 60 elkezdené. Én nagyon szoktam annak örülni, ha vannak ilyen úttörők a tantestületben, akik elkezdik, mert ők tudják már a saját kollégáikat bátorítani, tudják egymás között megosztani a tananyagokat, az információkat, mindent, amit kipróbáltak már, és átadják a többieknek, úgyhogy tényleg irreális elvárás lenne mondjuk egy tantestületben, hogy mindenki egyszerre kezdjen el a digitális eszközökkel dolgozni, de ha már jó néhányukat sikerült erről meggyőzni, és elmerik kezdeni, akkor el tud indulni a változás. Meg hát azt gondolom, a pedagógusok lendületet kapnak, hogyha a diákoktól pozitív visszajelzést kapnak ilyen téren. És ha már a diákoknál tartunk, akkor volt már olyan visszajelzés a pedagógusoktól önökhöz, hogy egész egyszerűen maguk a diákok éltek vissza ezzel, hogy az adott pedagógus nem értett a digitális eszközökhöz? Igen, nemrégiben a tavasszal volt szerencsém néhány iskolát meglátogatni pont ilyen céllal, hogy megnézzük, hogy hogyan működik ott a digitális átállás, a digitális eszközhasználat, és az egyik iskolában egy olyan 10-15 fős tanulócsoporttal is beszélgettünk, és hát ők bizony mondtak trükköket és csínyeket, hogy hogyan jártak túl a tanár eszén, úgyhogy mosolyogtunk is ott magunkban szakértőként, hogy mikor mi voltunk diákok, mi is csináltunk csínyeket a tanárokkal, csak még nem a digitális eszközökkel, de most ők csinálnak ilyeneket. Hát most csak, hogy egy egyszerű példát mondjak, de nem biztos, hogy kell ezt népszerűsíteni itt a tévében, hogy a tanárok, hogy a tanulók aztán itt vérszemet kapjanak. De letöltöttek valamilyen applikációt az okostelefonjukra a tanulók, és azzal vezérelték a projektort, és hiába kapcsolgatta a tanár ki be, a diákok a háttérben az applikációval valahogy másképpen irányították, mint ahogy a tanár szerette volna. Úgyhogy aztán nem tudom, mi lett a vége, de gondolom, hogy elárulták, hogy ők voltak itt a ludasok, vagy abba hagyták, és akkor a tanár be tudta végre kapcsolni. De ilyeneket csinálnak, feltalálják magukat. Hogyha a jövőbe beletekintünk, akkor mit lehet elmondani, hogy hol fogunk vajon tartani? Tudom, ezt nagyon nehéz így megítélni, de mégis hova fejlődhetünk még? Hát én azt gondolom, hogy ha látva a mostani törekvéseket itt, a stratégiákat, én azt remélem, hogy azért most lesz egy nagyobb mértékű mind eszközfejlesztés, mind pedig módszertani fejlesztés. Tehát most nagyon sok olyat látni a közeljövőben, amelyek kötelező továbbképzésként elő lesznek írva a pedagógusoknak. Remélhetőleg lesz egyre több eszköz, amivel ezt használni tudjuk, vagy tudják az egyes iskolákban. És hát nagyon szükség lenne arra, hogy minél több pedagógust be tudjunk vonni a digitális eszközök használatában, mert azt látjuk a konferenciákon és az ilyen rendezvényeken, hogy ugyanazok az arcok vannak ott általában. Tehát van az a 400 tanár, most csak mondtam valamit, és mindig velük találkozunk, tehát ritkán találkozunk újabb és újabb tanárokkal. Ami még talán egy picit le van maradva, ez is egy friss élményem, a tavasszal felsőoktatásban dolgozó pedagógusoknak tartottunk továbbképzést. Én azt hiszem, hogy a felsőoktatás is le van ebben maradva egy picit, tehát ott is még azért nagyon jellemző ez a hagyományos frontális előadást tartunk. Gyakorlati órák azok egy fokkal azért jobb helyzetben vannak, ott több lehetőségünk van, de nagyon kellene ott is azért a módszereken egy picit változtatni, akár a visszacsatolásokat, a számonkéréseket tekintve, akár a szöveghez való viszonyunkat tekintve, és így tovább. Elérhetünk oda a közeljövőben, hogy mondjuk már azok a diákok, akik felső osztályba mennek, tehát már ötödiket kezdik el, hogy már mondjuk laptoppal fognak járni az iskolába? Mindenki? Hát én ezt távolinak látom. Ugye nem csak az a baj ezzel, hogy mondjuk egyszer felszerelünk egy iskolát laptopokkal, mondjuk kormányzatilag van erre támogatás vagy pénz, hanem az is nagy baj a digitális eszközökkel, hogy ezek amortizálódnak, és bizony olyan gyorsan fejlődnek, hogy nagyon gyorsan elavulttá válnak. Tehát sok olyan iskola van, ahol ugyan vannak eszközök, de szinte használhatatlanok. Tehát egy 5 éves laptop az már alig működik nekik. És nincs erre újabb forrás és újabb támogatás, hogy az elavult eszközöket lecseréljék.
És ez komoly probléma, mert ezt a felgyorsult technológiai változást nagyon, nagyon nehéz követni ilyen mértékben, hogy Magyarország összes iskolájában legyen meg a legjobb és legújabb és legfrissebb eszköz, ezt valószínűleg nem is lehet. Én a magam részéről nagyobb fantáziát látok abban, ami azért nyugaton is igen elterjedt, ez a bring your own device koncepció, ami azt jelenti, hogy hozd magaddal a saját eszközödet. Mert azt gondolom, hogy azért a családokban ma már mindenhol van valamilyen eszköz, ha nem laptop, akkor tablet vagy okostelefon, és ott azért talán sűrűbben megtörténik ennek a cseréje, mint az, hogy egy iskolai szintben gondolkodva most 100 vagy 200 laptopot le kellene cserélni. Tehát ha rajtam múlna, én ezt a kezdeményezést erősíteném inkább, hogy mindenki a saját eszközét hozza magával. Mert ennek nem csak az az előnye van meg, hogy akkor az eszközök nem avulnak el, vagy viszonylag frissek, hanem visszatérve megint a tanulási szokásokra, az az előnye is megvan a saját eszköz használatnak, hogy sokkal személyesebbé válik a tanulásom. Ugye az eszközömön olyan háttér van, amit én szeretek, olyan alkalmazások, amiket én használok, könnyen kiigazodok rajta, könnyen kezelem, tehát van egy olyan plusz hozadéka a saját eszköz használatának, ami a tanulást akár könnyebbé, egyszerűbbé és motiváltabbá teszi, mert használhatom a kütyümet, ami az enyém. A felsőoktatást, ha már említettük, azért a legtöbb egyetemen, én tehát saját tapasztalatból is mondom, hogy azért kevés még az olyan diák, aki laptopon írja fel, vagy az információkat ott gyűjti össze, inkább még mindig jegyzetelünk. Igen, ez nem feltétlenül baj szerintem, tehát én nem vagyok annak a híve, hogy akkor most a kézírást azt dobjuk a kukába, és akkor csak gépen írjunk. Ugye tudjuk a tanulás módszertanból, hogy a kézírás is már egyfajta rögzülést okoz, tehát hogyha le is írom, és még hallgatom is, meg stb., akkor jobban rögzülnek az információk. Az, hogy laptoppal miért nem jönnek, azt nem tudom pontosan, de a saját tapasztalatom az, hogy ha hozott is laptopot, például nem volt rajta internet, mert nem tudtam neki az egyetemen wifi elérést biztosítani, úgyhogy jegyzetelt azon, de mondjuk a feladatokat nem biztos, hogy meg tudta csinálni, ha azt én internetre raktam föl, és onnan kellett volna letölteni, úgyhogy talán van ennek egy ilyen gátja is, de azt gondolom, hogy azért a laptopnak van létjogosultsága, mert mondjuk okostelefonon vagy tableten szöveget szerkeszteni, prezentációt csinálni azért az nem az igazi, úgyhogy ha ilyen digitális feladataink vannak, akkor mindenképpen szükséges inkább laptopon dolgozni. És végezetről, hogyha a hazai viszonylatot nézzük, beszéltünk a jövőről, hogy mit várunk-e, mi a cél, hova fejlődni, hova fejlődjünk? Hát szerintem az a cél, hogy én nem tudok mondani kifejezetten csak egy ilyen digitális célt, tehát az oktatási környezetnek a változása, az oktatási rendszernek a változása az most már nagyon égető lenne. De ennek nem csak a digitális eszközök a részei. Itt gondolok a nemzeti alaptantervre, a tananyagtartalmakra, a képzési rendszerekre, tehát sok mindennek kéne így egyszerre változni ahhoz, hogy mondjuk a nemzetközi mérésekben mi is egy picit jobb helyre, vagy előkelőbb helyre kerülhessünk. Nagyon sok a tananyag, nekem is van iskolás gyermekem, egyszerűen első-második osztályban olyan követelmény van, hogy az nem az, hogy teljesíthetetlen, de értelmetlen, azt kell, hogy mondjam, hogy emellett el tudom fogadni a pedagógusoknak azt az indokát is, hogy nincs idő arra, hogy digitális eszközt elővegyek, és ott úgymond játszak az órán, mert hajszolják ezt a rengeteg információt, zárójelbe feleslegesen, ahogy ugye megbeszéltük, mert lehetne ezt másképp is csinálni. Úgyhogy nagyon, nagyon sokrétű változásra lenne szükség, de én azt gondolom, hogy ez nehéz, tehát ez nem tud menni egyik napról a másikra. Ugye a pedagógus továbbképzéseknek, pedagógus képzéseknek változnia kéne ahhoz, és hát az egész szemléletnek és attitűdnek ahhoz, hogy el tudjunk engedni dolgokat, hogy ne azt tartsuk a legfontosabbnak, hogy tudjon a diák 500 évszámot, mert nem kell, tehát a mai világban nem kell tudni 500 évszámot, de azt tudni kell, hogy milyen összefüggés van a dolgok között, és azt, hogy hogyan igazodok el az internetnek a borzasztó rengetegében, és hogyan különböztetem meg a hiteles információt a nem hitelestől, tehát hogy ezekre kellene megtanítanunk a tanulókat.
és tanulni ugye bár, tehát a tanulásmódszert, annak a megtanítása lehet még egy nagyon fontos feladat az oktatási rendszerben, mert ha a munkavilágára gondolunk, ugye ott is azt látjuk, hogy manapság viszonylag gyorsan váltunk munkahelyet, és újabb képességeket kell, vagy tudást kell megszereznünk, és a munkáltatóknak is az lesz a fontos szempont, hogy tudunk-e, képesek vagyunk-e valami újat megtanulni. Mert lehet, hogy nem tudjuk, de oda megyünk, és annyira ügyesek vagyunk, hogy meg tudjuk tanulni, mert képesek vagyunk tanulni. Tehát ez még egy nagyon fontos kompetencia, amire azt gondolom, hogy itt a 21. században borzasztó nagy szükség van. Azt gondolom, hogy ez tökéletes lezárása volt ez a mondat. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és beszéltünk a témáról. Én is köszönöm szépen. Nézőinknek is köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra! A minőségi idő elkészítését a Szerencsejáték ZRT támogatta.